Sziasztok! Ez a Kutyapártos Podcastnek a következő adása, amennyiben elfogadjuk normális adásnak az elsőt, amit Nagy Dáviddal vettünk fel. Ha újra fel kell venni a Dávidost, akkor pedig az első részt hallgathatjátok most meg. Én Kovács Gergő vagyok, és a mai vendégünk Gráf Tamás, aki az országos hálózatfejlesztő a Kutyapártnál. Sziasztok! No, nem biztos, hogy mindenki tudja, de mi elképesztő mennyiségű időt és passzivistát vesztettünk el szerintem azzal, hogy ugye 2016-ban elindult a Kutyapárt olyan értelemben, hogy kinyitottuk a kapukat, hogy jöjjön, aki szeretne, és elkezdtünk mászkálni mindenféle városokba, én is hetente kétszer passzivista találkozókon voltam. Hova eljött mindenhol pár tucat ember, lett pár tucat ötlet, viszont mivel gyakorlatilag a Szuzival csináltuk ezt a részét legalábbis a pártnak, arra nem nagyon volt energiánk, ugye, hogy utána ezeket az akciókat végigvigyük, hogy eleget foglalkozzunk a passzivistákkal, és éreztük, hogy ez problémás. És emlékszem, hogy hatalmas vita volt a pártban, még a 22-es választás előtt egy évvel nagyjából, hogy inkább regionális koordinátorokat, vagy inkább operatív igazgatót vegyünk fel. Azt hiszem, hogy ennél parttalanabb vita soha nem létezett, mert mint kiderült, hát mind a kettőre szükség van, és azt hiszem körülbelül 2 hónap különbséggel vettünk is fel ilyen embereket. Ugye először regionális koordinátort szerettünk volna, és akkor jelentkezett a Tamás és a Tekla, akik ezt a 8 órás munkakört akkor még megosztva így 4-4 órába mondták, hogy vállalnák, és hát az látszott, hogy nekik azért van ebben tapasztalatuk, mondjuk a Sétáló Budapestről, ahol hasonlókat csináltak. Na és akkor onnantól kezdve azért egy kicsit máshogy lett az egész, és lett egy rendszer, és elkezdett normálisan működni az egész passzivista kezelés. Na, úgyhogy most a Gráf Tonyval fogunk beszélni, akinek szerintem tényleg nagyon sokat köszönhetünk így a Kutyapártnál a szervezetfejlesztés terén. Nem tudom, te ezt az első találkozást így a Kutyapárttal, vagy velünk ezt, ez a te szemszögedből, ez hogyan történt? Hát a legelső, köszönöm szépen a nagyon kedves felkonfort. Igazából a legelső találkozásunk az, hogyha lehet annak nevezni, akkor az az állásinterjú volt. Ott igazából szerintem tök pozitívak voltatok mindannyian. Nem tudom, hogy mennyien jelentkeztünk az állásra. Ugye erről nem tudtam, de hát ott tök pozitívan nyilatkoztatok azokról, amiket Teklával elmondtunk nektek, és azt emlékszem rá, hogy Teklával nagyon izgultunk, hogy fölvesztek el, és aztán egyszer csak jött tőled egy messenger üzenet, hogy ja, amúgy föl vagytok véve. Úgyhogy azt ezúton is köszönjük szépen, hogy akkor bizalmat szavaztatok nekünk. Emlékszem, még valaki meg is kérdezte talán a Klári, hogy ti jártok-e, mert hogy egy fiú meg egy lány egyszerre jelentkezik. Igen, valaki rákérdezze, akkor emlékszük rá, igen, ti jártok-e, csak a Szabik miatt kérdezzük, ez volt a teljes mondat. Úgyhogy nem volt erről szó akkor. Közösen dolgoztunk a Sétáló Budapest kampányán, én voltam a Sétáló Budapest rendezvényszervező, ott igazából önkéntesen dolgoztam végig azt az egy évet, ott a Sétáló Budapestnek gyakorlatilag az összes nagyobb és kisebb rendezvényt, a passzivista találkozókat, a kerekasztal beszélgetéseket, programbemutatót, vagy például a Lánchíd lezárását, ezeket szinte egészében, meg a táborainkat, volt 5 táborunk, azokat én szerveztem meg, és akkor igazából nekem ez volt az első kötődésem a politikához. És hát ez egy jó ajánlólevél volt ezek szerint. És ott, ha ez nem titok, ott mindenki önkéntes volt a Sétárónál, vagy azért volt pár alkalmazott is? Ott mindenki önkéntes volt, amennyire én tudom, de ez nem hivatalos, ott a kampányfőnökünk kapott valamennyi fizetés, de minimális volt az, amennyit ő kapott. Akkor mindenki önkéntesen dolgozott, hát ott a végén, hogyha jól emlékszem, akkor kb. 400 aktivista volt a Sétárós csapatban. Igen, és akkor ugye elején te nem valamiféle hálózatfejlesztő, meg szervezetépítő lettél volna nálunk, hanem azt hiszem kaptatok egy-két megyét te is, meg a Tekla is, hogy próbáljátok vele mit kezdeni, és akkor hát lehet, hogy észrevettétek, hogy ennél több mindennel kéne itt foglalkozni. Hát az úgy szépen lassan alakult ki. Én igazából az itteni munkámat azt mindig két részre osztom. Volt egyszer ez a 21 májustól a tavaly áprilisi választásig tartó időszak, amikor igazából ugye az új választási törvény miatt, hogy már nem 27, hanem 71 körzetben kellett összegyűjteni az aláírást, azt valahogy abszolválni kellett, és erre kellett fölkészülnünk. Ugye eleinte rengeteget jártunk veletek klubozni mindenhová az országban, meg csináltunk közös akciókat is. Nekem az első akcióélményem, kutyapártos akcióélmény, az Tatabányán volt, ezt azóta is nagyon szívesen emlegetem mindenkinek. Ugye az két helyszínen zajlott az akció, Tatabányán az arany kutyasörözővel szemben 3 padot csináltunk meg egy ilyen
mi annak a csőnek a neve, amire a hiperloopot ragasztottuk, az a... Szerintem a hőtávvezetéknek a csöve. Abból csináltunk hiperloopot, meg egy plakátot is kitettünk, amire már nem emlékszem, hogy azon mi volt, azt még a mindegy Tibiék csinálták. Sőt, óriás plakátot, szerintem valami klasszik, ilyen kb. Szavaz rám, mert kutyapárt vagyok, mélységű üzenet lehetett rajta valami. És aztán kiderült, hogy olyan helyre tettük, ahol soha senki nem járt talán, nem mert jár. Hogy talán valami iskolához vezet, de éppen nyár volt, úgyhogy jól kitaláltuk. Igen, szóval ott az aranykutya sörözővel szemben volt három pad, amit föl szeretünk volna újítani, azokon a léceket is kellett cserélnünk, és ezzel párhuzamosan ott kezdtük igazából a napot Szárligeten, ami nem tudom, 10 perc volt autóval Tatabányáról, ott pedig a Szárligeti főbusz megállót kértek minket, hogy csináljunk vele valamint a helyi passzivisteink, mert hát tényleg szörnyű állapot, olyan szinten volt szörnyű állapotban, hogy rá volt írva, hogy újíts fel, és a polgármester neve, akire már nem emlékszem. Ez jó az, hogy Szárligeti főbusz megálló, ilyenkor az ember szomorúan elképzeli a mellékbusz megállókat Szárligeten, de mi szerencsére a fő megállót néztük ki. Bocsánat minden Szárligetitől, hogyha nem az a főbusz megállótok. Szóval ott elindítottuk az akciót Szárligeten, ott ugye kartonplaszttal újítottuk fel a busz megállót, és aztán átmentünk Tatabányára, ahol egy ilyen tök nagy meglepetés volt. Alapvetően Szárligeten is ott volt 7-8 helyi, ami egy ilyen kis településnél, most már így visszagondolva, az egy tök nagy szám volt, hogy ennyien eljöttek a faluból. Meg onnan lett talán a, nem tudom, ott volt már a Sipos Tamás, aki... Nem. Ő még nem Sipos volt. Sipos Tamás akkor még nem volt köztünk. Valamiért Szárligeten nagyon erősek vagyunk, mert egyébként az egyik srác, aki nekem az egyik legszimpibb azok közül, akik a önkormányzati képzésre járnak, a Sipos Tamás, ő majd Szárligeten lesz. Hát most még csak képviselő, de majd egyszer biztos ő lesz a polgármester. Legyen igazán. Igen. Szóval Tatabányán nekiálltunk ennek a három padnak, és nagyon sokan összegyűltünk, szerintem ott voltunk 15-e, lehet, hogy 20-an is, és az összes környébeli település, hát sőt, nem is csak a környébeliekről, mert Tatán kívül jöttek Oroszlányból, jöttek Komáromból, szóval ugye a megyének a passzivista csapata ott összegyűlt a tatabányai padok felújításán, és hát nem igazán éreztem még, hogy ott mi a szerepem, úgyhogy ott igazából én ugye rengeteg videót csináltam, az még most is elérhető a YouTube csatornánkon. Tényleg basszus, te ott abban vágtál valami videót. Ott abban lett egy tök jó videó, szerintem annak a vágásában András segített, mindegy, ő régi passzivistátok volt, és akkor vele kötöttetek össze, azt nem én vágtam, csak én csináltam a felvételeket. Viszont azt arra emlékszem, most, hogy én beleszólok, arra emlékszem, hogy akkor már mondtad, hogy itt Tóth Gergő, mi az, ami nagyon hiányzik, hogy kéne ilyen összefoglaló videók arról, hogy miket csinál a kutyapárt. Ez az a mondat, amit szerintem azóta három naponta valamelyikünk elmond, és így várjuk, hogy majd mindjárt elkészüljön, és majd persze majd mindjárt majd elkészül. De meglesznek azok, nincsen elfelől kétségem. Igazából az akció az több szempontból is tök egyedi volt, mert voltak olyan dolgok, amikkel máshol még nem találkoztam, meg olyan is, ami így feltételezte azt, hogy milyen is az, hogy kutyapártos akciókat csinálni. Ott ugye az első rendkívül ilyen pozitív dolog azon túl, hogy sokan eljöttek, az volt, hogy például rájöttünk, hogy nem lesz áram a, nem tudom, a flexhez. És hogy akkor kell áram, bementünk a kocsmába, jaj, persze, srácok, egyből adtak egy 50 méteres hosszabb időt, lett áram. Akkor utána kiderült, hogy nem tudom, nincsen fej valamilyen fúróhoz, az egyik passzivista így mondta, hogy nem lesz, kinyitotta a kocsiját, aki amúgy Zala-megyéből jött, csak éppen arra jártak a kubai feleségével, és hát egy komplett felszerelt műhely volt az autójában, úgyhogy gyakorlatilag ezt így tök egyszerűen meg tudtuk oldani. És hát menet közben volt két nagyon pozitív élmény, egyszer ott, amikor már nem tudom, két és fél órája csináltuk ott a padokat, akkor a kocsmából az egyik törzs vendég is kijött, nézett minket egy 5 percen keresztül, és elégedett volt a munkával, úgyhogy akkor úgy döntött, hogy nyit nekünk egy számlát a kocsmában 5000 forint értékben, és akkor azt lefogyaszthattuk. Ez kúra jó, figyelj, flex, áram, kubai nők, ingyen sör, Tatabánya. Ki akar tenni a többet? Igen, ez elsőre egész jó. Igen. És aztán egy másik járókelő, ővele úgy emlékszem, hogy viszonylag sokat beszélgettél, ő meg odajött, szintén nézett minket, és aztán visszajött két zacskó sörrel. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis közösségi élmény volt, tehát az utolsó két órában igazából már csak fetrengtünk a fűben és beszélgettünk. Szóval nekem ez volt az első kutyapártos akcióm, onnan abból a csapatból, hát szinte kb. Mindenki még mindig aktív, és így én tökre örültem neki, hogy ebbe csöppentem bele először. Ez volt az első felújítós akció, viszont ezt megelőzte,
ugye amint fölvettetek, akkor indult el a No Food and gyűjtés Ferencvárosban, és akkor arra, vagy Budapesten, és hát akkor ennek a megszervezése volt gyakorlatilag az első feladatunk, azt ugye az a hanggal közösen csináltuk. Igazából így szervezés szintjén nem volt benne semmi különlegesség, viszont az nagyon megmaradt bennem az az élmény, hogy akkor a legelső alkalommal fölállítottuk a sátrat a József Attila lakótelepen, még nem is volt kész, nem látszódott, hogy kutyapárt vagyunk, meg semmi ilyesmi. Az első nő, aki így elsételt előttünk, ránk nézett, és annyit mondott, hogy szopjátok le a faszomat, majd tovább sétált. Úgyhogy így kicsikét tartottam tőle, hogy mi lesz ebből, de abszolút pozitív volt, mert ugye a végére eljutottunk odáig, hogy több aláírás gyűjtöttünk, mint az összes többi párt együtt. Ez annyiban érdekes, hogy akkor ezek szerint ugye, tehát nem volt még felállítva a stand, akkor ugye azt se látta, hogy itt a No Food-ról van szó, vagy a kutyapártról van szó, tehát lehet, hogy mit tudom én, pogácsát akartok osztogatni, vagy nem tudom, és akkor ez egy ilyen általános kurva anyád volt, nem így a világ felé. És egyébként tök érdekes, hogy a pultoknál mennyivel bátrabbak az emberek, engem elég sokszor felismernek utcán, és elég sokszor odajönnek emberek, és az a durva, hogy egyébként soha az életben nem jött oda valaki azzal, hogy a kurva anyád, vagy menj a fennébe, vagy bármi. Viszont, ha egy stand mögött állsz, akkor már is megtelik energiával és bátorsággal a lakosság egy része, és miközben így megy el, és oda se néz, nagyon lelkesen tud így beszólogatni. Na, de akkor ezen túltettétek magatokat. Ezen abszolút túltettük magunkat, és tök pozitív látni azt, hogy most egy picit ugorva az időben, hogy most azon a pultozáson, amin túl vagyunk, mennyi pozitív visszajelzés jött a választópolgároktól. Tök mindegy, hogy budapesti pultról beszélünk, Győriről, vagy az ország bármelyik pontjáról, mindenhonnan azok a visszajelzések jöttek, hogy szeretne minket az emberek. Igen, és ugye ebbe te látsz valami változást, hogy most ilyen pozitívak az emberek, vagy ez mindig ilyen volt, amikor standoltunk így kutyapártilag? Hát én ugye a 22-es választáskor tök őszintén nem voltam kint pultoknál túl sokat, ugye Teklával és Balázsral mi voltunk itt hárman bent fixen a Telekiben, és akkor így mindenféle fajta dolgot csináltunk, amit lehetett online. Én, amikor ott kint voltam pultozni, az a Keletinél voltam el a legtöbbször. Én nekem nem mondtak ott semmilyen csúnyát, vagy nem akartak megölni, meg azt mondani, hogy minek létezem. Viszont ott nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy hát az akkori ellenzéki politikusoknak a mantrája az nyilván lecsapódott a választóknak a gondolkodásában is, és nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy a választópolgárok számon kérnek minket, hogy egyáltalán minek akarunk mi elindulni a választáson, hogy csak elrontunk mindent. Hát aztán elindult, és kiderült, hogy nem mi rontunk el mindent. Akkor te talán nem voltál Nagykátán se. Nagykátán sem voltam, de az egy jó sztori, mond. Hát, Nagykáta volt a legerősebb nekünk, úgyhogy ott nagyon nehezen jöttek össze az aláírások, nem tudom mennyire ismeritek Nagykátát, egy olyan város, aminek a belvárosa egy temető, és igazából nincsenek emberek az utcán. A temetőben volt valami ilyen roma temetés, így szólt a zene, és ott elég sokan voltak, és akkor így gondoltuk, hogy hál' Istennek vannak emberek, és akkor oda mentünk, hát elég bunkó módon a temető elé, és akkor vártuk, hogy jöjjenek ki. És akkor elkezdte kijönni több tucat ember, ami tényleg Nagykátán azért egy komoly dolog, és kiderült, hogy hát a legtöbbük ugye hát el van tiltva a közélettől olyan értelemben, hogy legalábbis úgy gondolta, hogy alá se írhat nekünk. És egyébként egyre több ember lett Nagykátán, mert a végén már kb. 30 embert küldtünk a kutyapártól oda, hogy összegyűjtse az aláírásokat, és tele volt az utca emberekkel, csak amikor oda mentek, akkor kiderült, hogy kutyapártos passzivisták, és marhára nem nagykátaiak, és nem tudnak aláírni. Szóval az egy, de meglett egyébként ott is végül az aláírás. Na és akkor mi volt neked? Melyik megyék? Én már arra sem emlékszem. Tehát volt ez a Komárom-Esztergom. És Komárom-Esztergomot kaptam meg. Hát Fejér megyében ott Fenekes Sali szervezésében ott már korábban volt több akció, volt négy színfestés azzal kapcsolatban, hogyha jól tudom, még mindig zajlik az eljárás ellen, ez már valami 4 éves sztori, vagy lehet, hogy pont most lett vége, vagy hasonló, most évvel el lehet, hogy már eltelt az 5 év, nem tudom. Igen, annyiban nagyon fura hely volt nekünk mindig Fehérvár, hogy mindig nagyon kedves akart lenni a fideszes polgármester, tehát ő külön akarta mi emberünkkel beszélni, ilyen cuki volt, meg hogy mit akarunk, meg egyeztessünk, meg nem tudom. Viszont mindenért fejlentettek minket, és ilyen elképesztő bírságokat szabtak ki. Emlékszem, a választási plakátokat el kell távolítani 30 nappal a kampányidőszak vége után, és akkor ezt kiszokták számlázni, és van valami egyébként mindenhol szürreálisan magas díja. Fehérváron volt, hogyha jól emlékszem, tényleg ilyen több ezer forintért szedtek le egy plakátot, szóval jó lehet közmunkásnak lenni Fehérváron, mert valószínűleg elég nagy bevétel van abból, igen. Simán lehet, igen.
Igen, hát ugye a Fehérváron nem kivéve Broly szájából a szavakat, de ott ugye a buszmegálló volt talán a legszebb sztori, ahol ugye a fehérvári önkormányzat hiányolta az, hogy nem tettünk oldalfalat a buszmegállóra, meg még volt egy-két dolog, amit ők hiányoltak, és megkérték, hogy javítsuk azokat ki, és ők adtak árajánlatot arra, hogy ők mennyiért falaznák be oldalról a buszmegállót, hogy ne fújjon be a szél, mert mennyiért csinálnák meg a javításokat, amiket javasoltak, és az volt valami félmillió alatti összeg, és hát mi azt megcsináltuk kb. 100 000 forintból, lehet, hogy még annál is kevesebb volt. Igen, ez borzalmas, hogy, hogy amit meg tudsz építeni 2 kilóból, hogyha ezt legálisan akarod csinálni, akkor még 6 kilót el kell költened arra, hogy ugyanaz megépüljön egyébként, mint ami alapból megépülne. Igen. Igen. Na, amúgy Fehérváron ott a legelső élményem az egy madár odú kihelyezés volt. Ott találkoztam Margittal először, ő rendkívül ügyes barkácsember, ő szokta gyártani a madár odúinkat és etetőinket, vagy legalábbis a jó részén. És akkor ott a nagy partban tettünk ki közülük többet, hát nagyjából olyan 5-6 ember passzivista jött erre. Hát már a Fehérvár ott tartott, szerintem 2 hete voltam klubozni, lehet, hogy most már 3, hogy a 30-35 ember volt ott, és nem újak, hanem olyanok, akik ott rendszeresen részt vesznek a helyi kutyapártos aktivitásokban. Tehát Fehérvár például erre egy tök jó példa, hogy hogyan lehet nagyobb kutyapártos csapatot csinálni egy városban. Oké, na, és akkor itt 4 órás alkalmazottak voltatok, regionális koordinátorszerűségek, tehát egy-két megyét csináltatok, és akkor ez aztán mi nem figyeltünk oda, és akkor egyszerre csak így sutyiba elkezdtél ilyen országos hálózat fejlesztő lenni, meg valahogy kitalálni, hogy egyáltalán hogy kéne ezt az egész rendszer szinten csinálni ezt a... Ugye az van, hogy hozzánk nagyjából 7000 passzivista jelentkezett mondjuk az elmúlt 1,5 vagy 2 évben, és azért az sejthető, hogyha ezt tényleg adhok, próbálunk velük valamit kezdeni, az nem igazán megy. Erre úgy nagyon jó példa az első 6 évünk, ahol ezt bemutattuk, hogy hogyan nem kell ezt csinálni. Ja, és akkor te valahogy elkezdted ezt így kitalálni, hogy hogyan csináljuk. Igen, és akkor ez megy valamerre, én nagyon remélem, hogy jó irányba, szerintem igen, vagy legalábbis így olyan visszajelzéseket kapok, hogy ez így működőképes, ami most történik. Hát igazából ugye a választás son elért eredmény az megadta a lehetőséget ugye arra, hogy legyenek plusz alkalmazottak. Így a ti döntésetek alapján ugye ti is azt szerettétek volna, hogy a kutyapárt nőjön. Tőled konkrétan azt a felütést kaptam, hogy mi is nekem a feladatom, legyen minden úgy, ahogy eddig, csak nagyobban. Úgyhogy én ennek mesdjén kezdtem el dolgozni, és Isten igazából az első egy évben, amikor itt voltam, ott nagyon sokszor ütköztem bele olyan dolgokba, hogy valamit szerettem volna csinálni, és annak a csinálásnak lettek volna előfeltételei, amikhez én szerettem volna nyúlni, viszont így mindig abban ütköztem, hogy ez sincs meg, ez sincsen összeszedve, nem tudok, mit tudom én, statisztikákat kiszedni. Igen, neked volt egy ilyen őrült statisztikai projekted, nem még ott a választás előtt, de Tamás mindenképp szeretett volna statisztikát, miközben erre nem nagyon volt lehetőség, és akkor te kigyűjtötted az elmúlt nem tudom hány év Facebook eseményeit. Igen, én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem tudjuk kimondani a választási kampányban, hogy mennyi akciók volt eddig. Úgyhogy egyszer én így fogtam magamat, nyeltem egy nagyot, és nekiültem az összes létező Facebook oldalról, és azt érdemes tudni, hogy ekkor ott tartunk kb., hogy van, nem tudom, 100 Facebook oldala a kutyapártnak, helyi kis oldalak, meg néhány nagyobb oldal. Nagyon fontos oldalink vannak, például van egy olyan is, hogy a MKKP városok, amiknek nem tudjuk a nevét. Tehát mi azokra is gondoltunk, amiknek nem tudjuk a nevét. Nem tudjuk a nevét. Igen, lehet, hogy onnan nem szedtem ki az akciókat, mert lehet, hogy ott nem is volt akció. Na mindegy, szóval ezekről a Facebook oldalakról én szépen visszagörögtem 2020 januárjáig, és kigyűjtöttem onnan az összes akciót. Nyilván biztos, hogy volt nagyon sok olyan, amiből sosem lett Facebook poszt, de amiket ott találtam, azt összeírtam, és akkor igazából ebből kikörvonalazódott. Egyfelől nekem én ebből nagyon sokat tanultam, hogy mennyi minden dolgot csinál a kutyapárt, mert ez például egy olyan probléma volt, ami nekem szembeötlő volt, hogy hallottam tőletek, hogy mennyi mindent csináltok, olvastam egy csomó cikket, amikor fölvettetek, és így meglepődtem rajta, hogy én, aki foglalkozom a politikával, ezekről nem tudok. Pedig rengeteg jó dolgot csinált a kutyapárt, és akkor innen jött az, hogy megcsinálni és megmutatni. Szóval ezt próbáltam valamennyire a magam akkori eszközeivel megcsinálni, aztán ez nyilván 22. áprilisa után, amikor már így alkalmazottak segítségével,
amivel tudtam dolgozni, akkor ezt nyilván el lehetett valahogy máshogy kezdeni. Alapvetően én nekem az a legfontosabb elvem, mivel önkéntesekkel dolgozunk, hogy ha egy passzivista csatlakozik hozzánk, és úgy dönt, hogy ő a saját szabad idejében az MKKP-s dolgokkal szeretne vagy foglalkozni, vagy segíteni az MKKP munkáján, akkor neki minél hamarabb legyen meg a lehetősége a jelentkezés után, hogy tudjon kapcsolódni. Na ez az, ami kurvára nem volt meg az első 6 évben. Tehát az első 6 évben ez tényleg úgy volt, hogy jelentkezett valaki, és jobb esetben 13 hónap múlva kapott egy e-mailt, hogy szia lesz, szia te soproni vagy, ezért kapsz most egy e-mailt, hogy Sopronban lesz passzivista találkozó. És aztán meglepődtünk, hogy nem jött el. Igen, viszont erre egy jó ellenpélda volt szerintem a választási kampány, ahol ugye szintén ebben a helyzetben vagyunk, hogy nem feltétlenül lettek a passzivisták előtte fölkeresve, viszont tehát a 22-es kampányban, ez biztos statisztika, ott 1100 ember pultozott. Hogyha ehhez hozzáveszünk azokat, akik nem pultoztak, hanem csak szórólapoztak például, akkor valahol olyan 1500 passzivista környékén van az, aki összehozta azt a 78 körzetbeli aláírás mennyiséget. Szóval alapvetően a passzivisták itt nagyon aktívak voltak, viszont évközben nem, hiszen nem tudtak kapcsolódni, mert sok esetben az akciók nem voltak rendesen meghirdetve. Itt ugye olyan basicről, dolgokról beszélünk, hogy jön egy akció, akar arról menjen egy e-mail a passzivistáknak például. Szóval így innen indulunk, úgyhogy alapvetően én tényleg azt szerettem volna megteremteni, és azt szerettem volna elérni, hogy a passzivisták minél hamarabb kapjanak valamilyenféle visszajelzést tőlünk a Kutyabártól, amikor ők jelentkeztek, minél hamarabb tudjanak becsatlakozni azokba a dolgokba, amikbe ők szeretnének belecsatlakozni. Ennek ugye mi az előfeltétele, hogy mi teremtsük meg minél többféle csatlakozási pontnak a lehetőségét. Így ennek mesdjén kezdtem el dolgozni. A legelső dolog, amit meg kellett oldani, az a, hát már a projektlapnak nevezett csúnyaság, ami létezett már akkor is, amikor idejöttünk, csak akkor az úgy nézett ki, hogy ugye mi a Kutyapártnál rengeteg dolgot teszünk azért, hogy a passzivisták azt tudják csinálni, amit ők szeretnének, a műhely tudnak grafikát kérni, stb. És erre volt, nem tudom, azt hiszem, hogy 13 külön Google Form, ami, hogyha te, neked egy akcióhoz kellett grafika, kellett nyomtatni, meg kellett műhelymunka, az azt jelenti, hogy te három formát kitöltöttél, és ezek nem feltétlenül voltak jól struktúrálva, úgyhogy az első lépés az szerencsére itt kezdtük el, és ez egy nagyon jó döntés volt szerintem. Annyit talál, hogy igen, tehát, hogy nem csak 13 projektlap volt, hanem gyakorlatban egy szitok szóvá vált a projektlap a párton belül. Ugye ez azt váltotta ki, hogy korábban, mit tudom én, messengeren vagy telefonon kértünk valamit a grafikustól vagy a műhelytől, és akkor ugye ennek lett egy olyan szervezet formája, ahol ők ugye ezt egy táblázatban látják, ahol igazából azokat kérdezzük, amiket úgyis megkérdezne az a grafikus, hiszen tudnia kell, hogy mi a méret, meg nem tudom, hogy mit csináljon. De nagyon érdekes, hogy még a részemről is volt egy elég heves ellenállás mindenfajta ilyen ijesztő szervezettségtől. Hát aztán szerintem ti is beláttátok azt, hogy igazából, hogyha nőni akar a párt, akkor ahhoz kell a szervezettség, és kellenek azok a minimál rendszerek, amik nem terhesek a passzivistának, hanem pont azt érzik, hogy ez így tud hatékony lenni, és így érhetik el a legkönnyebben azt, amit ők maguk szeretnének. Úgyhogy igazából ezt a sok-sok táblázatot egy nagy táblázatba összegyúrtuk, és az ott bejövő akció kérések mind egy formon keresztül jönne be, tehát hogyha kell grafika, műhely, meló, nyomtatás, az egy formon keresztül jön be, és ez utána szárazódik szét a részlegek között, és a részlegek közötti táblázatok kommunikálnak egymással, tehát hogyha kellett grafika, ahhoz, hogy tudjon nyomtatni a nyomda, akkor ha készen van a grafika, akkor arra rá lehet a nyomda, így gyakorlatilag egyből el tudja kezdeni nyomtatni az adott dolgot. Hát ez már mesterséges intelligencia majd, hogy nem egymással kommunikáló táblázatok, csak átnevegyék az uralmat a világ felett. Hát ott szerintem még nem tartunk, habár lehet, hogy nem lenne rossz, hogyha így szerveződne a világ. Valaki szól, hogy akarok valamit, és akkor az így megtörténik. Igen. Kéne több nyugdíj, kéne 17. havi beadok egy projektlapot, aztán ha épp megnézik, akkor elküldik. Ha nem látták, akkor nem. Ja, ezt majd bevehetjük a programunkba, igen. Úgyhogy ezzel elindult az gyakorlatilag, hogy az akciószervezésnek meglett az az alapja, hogy az rendezetten történjen, és megoldottuk ezzel együtt a kereshetőséget. Nagyon sokszor volt olyan, hogy jött egy passzivista, hogy ő látta valamikor valahol, hogy valaki csinált, és akkor mond egy konkrétumot.
És hát tudod, így viszonylag biztos, új emberként biztos. Fogalmam sem volt arról, hogy hol csinálták azt, ezt nem lehetett keresni. Jó eséllyel meg tudtalak titeket kérdezni, te azért nagyjából itt vágtátok, hogy hol milyen akciók voltak, de hát volt olyan, hogy ti magatok sem tudtátok visszakeresni azt, hogy, hogy ki csinálta azt korábban. Úgyhogy gyakorlatilag ez a projektlap rendszer egyfelől azt oldotta meg, hogy az akció igénylés és az előkészítés a szervezeten tud működni, de kereshetővé is vált a dolog. Tehát, hogyha valaki szeretne egy olyan akciót megcsinálni, amit korábban látott valahol az országban, akkor gyakorlatilag azt fél perc alatt elő tudjuk keresni, és a grafikát nem kell újra legyártani, hanem ez itt szépen rendben egyben megvan. Igen. Egyébként ezzel még valahol tartozunk, és ezt is meg kell csinálni. Szerintem ezt elkezdtük. Tehát, hogyha van egy adott probléma, arra milyen lehetséges kutyapártos megoldások vannak. Ebből egy párat szerintem megcsináltunk, aha, de mondjuk azért ez még nem általános, hogy mindenre megvan. Na mindegy, majd veszünk fel még 50 alkalmazottat, és akkor megcsináljuk. Igen, szóval igazából ez volt az első, ami történt. Másik nagy probléma volt az, ugye veletek annak idején úgy csináltuk a dolgot, hogyha mentünk klubozni, akkor előtte csináltunk egy városbejárást, egy másfél-két órás sétát a passzivistákkal. És akkor volt, hogy találtunk dolgokat, amivel lehetnek kutyapártos módszerekkel dolgozni, és valahogy szebbé, hasznosabbá vagy viccesebbé tenni a dolgot. Aztán volt olyan is, hogy nem. És akkor így a klubokon a sokszor probléma volt, hogy nem tudtunk miről beszélni, hogy mikkel foglalkozzunk. Úgyhogy a másik olyan dolog, amit meg kellett oldani, az, hogy legyen egy olyan adatbázis, ahol, hogyha holnap kiderül, hogy valahol klub lesz, akkor oda megyünk, és ezt az adatbázist kvázi elővesszük, és látjuk már, hogy milyen problémák vannak bejelentve. Ugye erre is volt már egy megoldásotok, a rendkívüli ügyek minisztériumának a honlapja az működött, de nem igazán funkcionált jól, azzal volt a problémák, ezt te talán jobban tudod, úgyhogy akkor úgy döntöttünk, hogy akkor csináljunk egy tök új rendkívüli ügyek minisztériuma oldalt. Hát abban voltak ilyen feature-ök például, hogy amikor egy, nem tudom, 400x200 pixelesbe kellett megjeleníteni egy képet, akkor ő mindig betöltötte a feltöltött 9 megás képet. Nem, és ugye amikor elmentél az összes bejelentésre, akkor ez ugye több tucatszor történt. Én azt gondolom, hogy elég sok embernek lemerítettük a mobil internetét, pusztán azzal, hogy megnyitotta ezt a weboldalt egyszer életében, igen. És akkor ezt újra kellett csinálni. Hát úgyhogy ezt újra kellett csinálni, és hát erre egy tök jó példa, hogy mekkora energia van itt a párton belül, hogy azt az új oldalt gyakorlatilag a szabad idejében, a szaktudását felhasználva egy passzivista készítette el Áron, úgyhogy Áron ezúton is köszi, mert tök jó a funkcionál, meg használjuk rendszeresen. Ilyen Áron, ha hallgatja, és a szüleinek is üzenjük, hogy ilyen Áron. Úgyhogy így ebben a tekintetben a rendkívüli ügyek minisztérium az elkészült, és akkor jött az, hogy oda kerüljenek bejelentések. Hogy kerülhet oda sok bejelentés, hogyha minél több helyre eljutunk az országban, és keresünk dolgokat, amikkel tudunk foglalkozni. Úgyhogy így jött az, hogy ennek az évnek az elejét azt úgy kezdtük, hogy január, február, márciusban tartottuk meg a rendkívüli országjárásunkat, ahol igazából a regionális koordinátorok a helyi passzivistákkal bejárták a településeket. Itt szemszerűen nagyjából 120 településen szerveztünk nagyjából 200 eseményt, városbejárás, majd azt követően klubot. Innentől kezdve, mivel már egy helyen ott volt rengeteg probléma, amivel lehet foglalkozni, az év hátralévő részében, mert nagyjából 3 héttel ezelőttig, ameddig még lehetett festeni, meg ragasztani, akkor ezekből a bejelentésekből csináltak meg a passzivisták rengeteget. Projektlapon keresztül, csak hogy ez így valamennyire látszódjon, projektlapon keresztül ebben az évben nagyjából 1000 akciót csináltak a kutyapárt országosan. És akkor ezt szerintem nyugodtan föl lehet szorozni másféllel, mert nagyon sokszor van az, hogy nem adok be projektlapot, hiszen az előző akcióból megmaradt az ecset festék, mit tudom én, vagy úgy amúgy sem adok be projektlapot, mert annyira önszerveződő, mert a csapat, hogy mindent megoldanak maguktól, és így nincsen semmilyen kérésük egy-egy akcióhoz, hanem csak mennek és csinálják. Igen, itt sajnos én is a rossz példa vagyok, mert én is adok be mindig projektlapot. Na, és akkor van nekünk egy másik csodálatos szoftverünk, ami hát így az ókorba kezdtük el készíteni, időszámítás előtt 300 körül. Alapvetően egy görög projekt volt, aztán a Római Birodalom továbbfejlesztette a középkorba, ugye kicsit leépült, különösen a 14. századi, ugye amikor a 90 millióból 60 millióan maradtunk Európában, és nehéz idők voltak, akkor nem is működött talán hónapokig a szoftver. Na, de hogy tényleg, tehát igazából szerintem
lassan 5 éve fejlesztjük ezt a szoftvert. Egyébként ezt még először azért csináltuk, hogy amikor a Covid-kor, ugye mi a 12. kerületben elég sok idősnek intéztük, ugye nem mehettek ki az utcára, és akkor intéztük a bevásárlást, meg a gyógyszerére elmenést. És akkor erre készült egy nagyon egyszerű szoftver, ahol feladatként megjelentek ugye az úzarot, hogy engem felhívtak a nénik, elmondták, hogy hány darab almát szeretnének, mekkora tejfölt. Ezeket én beírtam, ahhoz tudtunk szervezőt tenni, és akkor amikor elkészült, akkor áttettük ilyen készállapotúra, és akkor ennek lett egy továbbfejlesztése végül is, amit most arra, hát most már mindjárt nyilvános lesz, ugye ez mindig 1 hét múlva lesz nyilvános. Igen, de most már talán ez, mondjuk az 1 hét az most sem igaz, de most már talán tényleg tudjuk a dátumot, amikor valószínűleg nyilvánossá fogjuk tenni, de ezt félünk kimondani, úgyhogy nem mondjuk ki, hogy mikortól lesz nyilvános. De az a lényeg, hogy igen, ez a szoftver, ez ott volt félkész állapotban, voltak olyan feature-ök, ami igaz, akkor még nem volt beleépítve a szoftverbe, de például a pultozást azt már akkor is egy tök jó rendszerben tudtuk szervezni, akár a választási kampányra, akár a NoFood-ára, ez most már egy platformon lesz. Igazából ez azért nagyon-nagyon fontos, mert itt egy helyen látszódik az összes kutyapártos esemény. Ugye, hogyha valaki ma a kutyapártozni szeretne, az jó eséllyel a Facebook oldalakról tud tájékozódni arról, hogy hol milyen esemény lesz. Említettem, korábban van 100 oldalon, nyilván az emberek nem fognak 100 kutyapártos oldalt követni, viszont itt egy helyen megtalálnak majd mindent, tudnak hozzá csatlakozni, azaz tudják jelentkezni, hogy ott vannak. Ez belső szempontból lesz egy nagyon fontos dolog, mert sok esetben úgy csináljuk az akciókat, hogy nem tudjuk, hogy mennyien fognak eljönni, ha csak nem csináltuk vérprofin és telefonáltuk végig a passzivistákat. Illetve, ami szintén egy nagyon nagy hiányosság, az ugye nem tudom, hogy mikor készítettétek a legelső formát, ahol lehetett passzivistának jelentkezni. Hát a legelején szerintem 16-ban volt. Ez folyamatosan változott, egyre szörnyebben nézett ki egyébként, egyre több opció volt benne, és amikor beraktuk, hogy még a várost is ki lehet választani, attól le is fagyott általában egy átlagos számítógépen. Igen. Igen, szóval ez a rendszer, ez lehetőséget fog adni minden passzivistának, hogy frissítse a saját profilját. Nagyon sokszor futunk abba bele, hogy a passzivista bejelölte, hogy Békés Csabán él, de 3 éve már elköltözött onnan az ország másik felére, és mivel az ország másik feléről nem kap értesítéseket az akcióról e-mailen keresztül, hiszen mi a Békés Csabaiakat küldjük neki, ezért ő nem tud értesülni, hogyha mondjuk Sopronban él, hogy Sopronban lesz egy klub. Na, ebben a szoftverben mindent tudnak majd napra készen tartani, úgyhogy ez mind passzivista, mind belső szervezés szempontjából egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos dolog lesz, mert hát elég potec lett így a mostani állapotában, nagyon sok mindent. Hát meg azért is jó, mert végre egy helyen vannak a passzivisták adatai, szóval ha valaki el akarja lopni, akkor nem kell mindenféle különböző táblázatokat megszerezni, hanem egy helyről mindent le tud lopni. Említetted a telefonálást, ami tényleg elég fontos, amikor eseményeket szervezünk. És te belég, nekem ez annyira nem megy. Ez egyébként nem annyira durva vagy nehéz, mert ugye olyan embereket hívunk, akik jelentkeztek, hogy ők ott laknak és valamit csinálnának, tehát igazából várják, hogy felhívjuk. De azért látok ebbe ilyen gátlást elég sok ember részéről. Én azt már láttam, néha kifigyeltem, hogy te ezt elég hardcore-ba tudod tolni, és meg tudod tippelni, hogy hány ember volt, akit mondjuk egy nap így a legtöbb, akit valami klub miatt, vagy esemény miatt, vagy a választás kapcsán az aláírásgyűjtés miatt felhívtál talán, mert ez biztos, hogy több, mint amit én. Hát a tárcsázott számokat az nyilván nem releváns, az, hogy mennyi emberrel beszéltem egy nap, hát szerintem olyan 100-150 körülre tenném ott a választás környékén. Amúgy akkor itt lehet, hogy át is kanyarodhatnék arra, hogy hogyan kezeljük most a passzivistákat akkor, amikor hozzánk érkeznek, mert ebben is azért nagyon jelentős változás állt be. Ugye, csak még az előzősz, hogy akkor ezek szerint valószínűleg tényleg mondjuk több ezer embert felhívtál az elmúlt időszakban. Igen. Tehát ha te felszállsz egy vonatra, akkor van rá jelentős esély, hogy ott lesz valaki a vonaton, akit te már felhívtál végül is. Így, még ha nem is ismeritek egymást fel, de hogy mégis csak már kapcsolatban. Na, simán de... lehet. Amúgy ez tényleg ez egy vicces dolog, hogy úgy megyek ennyi Nyírbátorba, hogy ott engem ismernek. Oh. Nem voltam még a közelében sem sose. Ja, hát raktunk ki rólad pár óriás plakátot egyébként Nyírbátorba, csak ezt nem akartuk elárulni, mert szülinapi ajándéknak gondoltuk, de akkor ezt most lebuktunk. Szóval igen, a passzivisták kezelése. Ugye most ott tartunk, 2023-ban nagyjából
havonta 100 passzivista jelentkezett hozzánk. Ebből volt egy kiugró hónap, amikor nyilvánossá tettük az önkormányzati képzést, akkor jött olyan 160 körüli jelentkező, de alapvetően ez a 90-110 között mozgott a passzivista jelentkezők száma, és hát az utóbbi két hónapban egy ilyen ugrásszerű növekedés van, mert hogy október és november hónapokban is 250 fölött jelentkeztek passzivisták. És várj, az vagy te kb. Az összeset felhívod, nem? Nem. Hú, jó, okay. Úgy, úgy néz ki jelenleg, hogyha jelentkezik egy passzivista az ő, nem tudom, csatlakozásának a módja, hogy amikor jelentkezett, ő egyből kap egy automatikus e-mailt, ahol őt invitáljuk a helyi Facebook csoportba, illetve invitáljuk a soron következő MKKP bemutató névre hallgató eseményre, erre majd valami jobbat ki kéne találni, mindegy, majd egyszer. Ahol... Show. Show, MKKP show. Uff. Igen, erről más jutott eszembe, de inkább hagyjuk. Egyik szarabú hangzik, mint a másik. Ennél rosszabb csak az igazgatási munkacsoportunk. Igen, akkor ezt így levettük a végéről, igazgatás. Ó, ez, na, ez jó, akkor most belépek, ez egy nagyon pozitív. Ezt mindenképp küldjük ki sajtóközleménybe, igen. Szóval igen, létrehoztunk egy olyan rendszeres, havonta két alkalommal megtartott eseményt, ahol hát nagyjából most már ott tartunk, hogy másfél órában elmesélünk mindent a kutyapártról, ugye általában az első blokkot, ami az első 45 perc, egy óra, ott Szuzi vagy te szoktátok elmesélni azt, hogy mi mindent csinált a kutyapárt, hogyan jutott el a kutyapárt odáig, hogy most arra nagy országos szervezetté érettünk. Aztán utána beszélünk arról, hogy hogyan szoktuk szervezni az akciókat, illetve bemutatkozik az összes kollégánk, illetve a tematikus és munkacsoportok. És bocs, hogyha ez valakit érdekel, és még nem jelentkezett passzivistának, akkor ezt hogyan látja, hogy mikor van, meg hol van? Tehát ha mondjuk még nem is passzivista, de úgy érdekelné a kutyapárt, hogy de, igen, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek meghallgatni az MKKP bemutatót, akkor a januári dátumokat, azokat pont ma írtam be, bocsánat, de puskáznom kell kicsikét. Igen, január 9-én, kedden 7 órakor és 10-én, szerdán 6 órakor kezdünk. Hogyha fölmentek a Kutyapárt nagy Facebook oldalára, akkor ott az események között megtaláljátok, őket a leírásban ott vannak a belépő linkek, úgyhogy gyertek január 2. hetében, kedden 7-kor, vagy szerdán 6 órakor, és akkor ott megismerkedhettek velünk, tudtok is kérdezni, meg hát rengeteg-rengeteg információt kaptok a Kutyapártról, mert hogy ezzel mire volt ez megoldás, hogy tartjuk az MKKP bemutatót. A passzivisták megtudtak rengeteg olyan dolgot a pártról, amit korábban nem. Ugye azt még, amikor elkezdtünk beszélgetni az elején, mondtam, hogy amikor idejöttünk a párthoz, én akkor döbbentem rá, hogy mennyi mindent csinál a kutyapárt, és hogy én erről tök fura volt, hogy nem tudok, hiszen foglalkozok a politikával nagyon sokat. Ez egy nagy kérdés volt mindig egyébként, tehát így, hogy az emberek nem tudják, hogy mit csinálunk, így vagyunk mondjuk ilyen 5-10% között, és így ijesztő belegondolni. Bár a fele tudja, lehet, hogy tudnák, akkor ez kevesebb lenne, de az is lehet, hogy több lenne, és akkor meg elég ijesztő számok lennének, igen. Hát majd egyszer meglátjuk, hogy, hogy ez mire lesz elég. Szóval... Szóval a bemutató, ahol elmondunk mindent a pártról. Így, igen. Ott a bemutatón, bocsánat, kicsikét csapongok, mert ez itt fontos, hogy ki fogom mondani, ugye a tematikus csoportok azok már léteztek. Volt névfőiskola, volt zöld kutya, volt szociál, volt túra, volt soft. Oda egy olyan tematikus csoport újonnan bekerült, ami addig nem volt, az olvasókör formájában. Ezt Miki passzivistán korábbi jelöltünk, és Zakota Tomi tök jól fölfejlesztette most már az országban, nem tudom pont a számot, de szerintem kb. Olyan 10 településen van olvasókör, és talán Szombathelyen már ilyen 20. alkalom környékén járnak, szóval az úgy nagyon szépen beindult. Képzeltet, hogy ez nekem milyen érzés, tudod, hogy kiraksz egy ilyen örök élet ingyensör plakátot, és akkor 15 évvel később azt hallott, hogy volt 30 olvasókör ennek a nevében. Ez ilyen... Szerintem ez tök jól összefügg, mert alapvetően így a pártnak mindig is megvoltak a komoly dolgai, csak az mindig viccesen volt állalva. És ez az olvasókör, nem voltam egyen se, de nem, hiszem, de nem hiszem, hogy így fapofával ülnek egymás mellett, hanem valószínűleg. Lehet, hogy messzelen fotókat nézegetnek nőkről. Na, jó, a... Tomit majd megkérdezik, akkor készítsen felvétel. Na, elvileg könyvekről beszélgetnek, igen, könyvekről beszélgetnek. Igen. Szóval a tematikus csoportok azok nagyjából készen voltak, ami tök újdonságként belépett a párt életébe, azok a munkacsoportok, mert hogy ilyen nem volt korábban. Nagyon-nagyon sok olyan passzivista van, aki valamilyen szakmában szakember, és ő nem feltétlenül csak abban szeretne segíteni, vagy abban szeretne részt venni, hogy buszmegállót újít föl, vagy négy színfest, vagy hasonlóak, hanem a saját szaktudásával szeretné támogatni a pártot, hiszen ő szeret minket, és úgy gondolja, hogy ő ezt szeretné hozzáadni a kutyapárthoz. Úgyhogy létrejöttek a
munkacsoportok, egy platformra tereljük például azokat a passzivistákat, akik tudnak online grafikai szerkesztőkkel dolgozni, esetleg jól rajzolnak kézzel, ez lett a grafikus munkacsoport. Egy csapatba tömörítettük azokat, akik jól szövegeznek, itt nagyon sok ex-újságíró van, olyan passzivista, aki, amikor beszélgettem vele telefonon, kiderült, hogy 9 kötetét lehetett megvenni a Libriben, és ő beszállt nekünk szöveget írni. És megvettük a köteteit, nem? Nem tudom, a Terdik Roland kommunikációs vezetőnk ismerte őt, attól függetlenül, hogy passzivista, szóval ő valóban egy neves író. Létrehoztuk az informatikus munkacsoportot, ahonnan például a Rendkívüli Ügyek Minisztériumát szerkesztő, vagyis készítő passzivista is kinőtt. Létrejött a call center munkacsoport, ami hát olyan tekintetben nagyon fontos, hogy van sok olyan pont, amikor rengeteget kell telefonálnunk, viszont nem bírjuk már alkalmazottak. Erre egy tök jó példa volt, és erről lehet, hogy majd egy picit később beszélünk, az augusztus 20-ai budapesti eseményünk, az országváltás. Na, igazából kb. 20 passzivista segített, és ott majdnem 2500 passzivistát felhívtak, és személyesen invitálták az eseményre. Ugye ez az esemény, ami mindenkinek megvan, tehát ez az esemény, amit nem olvashattatok a Telexen, vagy a 444-en, vagy a 24-en, arról van most szó. Innen biztos beugrik mindenkinek. Igen, hát akkor augusztus 20-án úgy gondoltuk, hogy kéne egy nagy kutyapártos rendezvény. Igazából már ezt áprilisban eldöntöttük, a 4-20 analógiájá legyen 8-20, és akkor az augusztus 20-a pont. Tök jó alkalom, itt van rengeteg ember az országból Budapesten, úgyhogy tartsunk egy nagy kutyapártos eseményt. Azt Szuzi vállalta magára, hogy megcsinálja a tüntetés bejelentését, vagy az esemény bejelentését, úgyhogy 3 hónap Pál korábban volt a legelső alkalom, amikor meg lehetett csinálni, ő éjfélkor ott ült, és akkor ezt így lefixelte. Hát aztán nagyjából 2 hónap viszonylag aktív szervező munkát tettünk bele. Hát a Városháza teret azt úgy egy-egyben belaktuk. Volt 8 helyszín, ahol zajlottak a dolgok, összesen volt 18 előadásunk, voltak ismert előadóink, ott volt például Iványi Gábor, vagy Bihari Viktória is előadott. Egyébként milyen jó, hogy a Karácsony Gergő az egyetlen, és hát én 2 ígéretére emlékszem, és milyen jó, hogy egyiket se tartotta be, mert hogyha kinyitotta volna a Városháza parkot, akkor nem biztos, hogy meg tudtuk volna tölteni. A másik ígérete egyébként az pedig kicsit olyan volt, hogy ez alapján a kutyapártban lenne a Gergőnek is a helye. Ha emlékeztek, a főpolgármesteri kampányban megjelent többször a Tiborc adó, ami feltételezhetően a nagyértékű vagy nagyméretű lakásokra kivetett valami plusz, gondolom, kommunális adó lett volna. Gergő ugye azt nem tette hozzá, hogy ilyet nem vethet ki a főváros, ilyet a kerületek vethetnének ki, akik ezt nem tették meg azóta se. A főváros is egyébként egy nagyon szűk területen megteheti. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egy olyan rész van Budapesten belül, ami nem kerület alá tartozik, hanem a főváros közvetlenül irányítja, ez a Margit sziget, aminek 3 lakója van, és a Gergő valóban egy évvel ezelőtt ki is vetette a Tiborc adót a Margit szigetre, ahol a lakók nem feleltek meg azoknak a kritériumoknak, mi alapján Tiborc adót kellett volna fizetniük, de ez szerintem zseniális, és ezt nagyon remélem, hogy jövőre is majd megígéri, mert egy jó ígéret az jó, ha megmarad egy jó ígéretnek. Hát meglátjuk. Villamosokkal majd biztos vigyáz. Igen. Margit-szigetről most így hirtelen beugrott egy eseményünk, ott volt ugye egy számháború, és nem olyan régen beszéltem egy passzivistával, aki azért jelentkezett, mert ez mennyire baromi jó volt, hogy mi számháborozunk felnőttként, és neki annyira jól érezte ott magát, hogy akkor úgy döntött, hogy akkor ő szeretne kutyapártozni. Na, én ez zárójel bezárva. Szóval itt az augusztus 20-ai országváltó eseményünkön ott 18 előadást tartottunk, 20 interaktív program volt, ott rengeteg mindent lehetett csinálni, nekem a nagy kedvencem volt madáretető készítés felső maróval, amilyen nagyon ijesztően hangzik ez az eszköz, legalábbis nekem. Hát én alsó maróval okul, de a felső az merész, igen. Úgyhogy ezt ott Margit felállított, és rengeteg gyerek nagyon-nagyon élvezte, hogy ő ilyet tud csinálni például. De volt nyuszi simogató, lehetett. Hát minden, az volt a célunk, hogy gyakorlatilag a kutyapártos aktivitásokat, legyen szó bármiről, azt vigyük oda, és próbálhassa ki az ember. Nyilván csiszolni kellett a formán, mert nem tudtunk oda vinni rossz padokat, meg hasonló, de például tud
tudtak grafitizni, voltak kitéve mindenféle fajta figyelemfelhívó táblák, a zöld sátorban lehetett dugványozni, és azt el is tudták vinni magukkal. Névfőiskola sátorban meglepő módon volt rengeteg előadás, a soft sátorban szociális érzékenyítő programok voltak interaktív módon is, szóval egy ilyen nagyon-nagyon nagy kavalkád volt az egész, vagy legalábbis én így éltem meg, és szerintem ezért volt baromi pozitív a dolog, mert nem egy lapos esemény sikerült összehozni, hanem tényleg délután 3-tól este 10-ig, így bár hová mentél, ott valamilyen más nyüzsgésbe szoktál belelépni, vagy tudtál belelépni, hát és sajtó hiányából nem becsülte meg senki, hogy hány tízezren voltunk, úgyhogy a te általad a kutyostat szerint olyan 1500 ember lehetett kint a helyszínen, szóval egy nagyon-nagyon jó esemény volt, és hát igen, nagyon sajnáljuk, hogy nem beszéltek róla, mindegy, majd a következőről fognak. Nekem egyébként abból a szempontból esett ez tök jól, mert mi nem is nagyon mertünk olyan eseményeket csinálni egy ideje, amire nem tudom, sok száz vagy több ezer embert várnánk, és akkor működik. És ennek az volt az oka, hogy ugye amiket csináltunk, mondjuk a békemeneteket leszámítva, mert azokon azért volt több ezer ember, viszonylag, tehát ilyen pár száz ember jött el, és ha emlékszel, voltak ezek a hídfoglalásaink, ugye, másfél éve nyáron háromszor. Ott oké, lehet, hogy összességében volt viszonylag sok ember, mert ezek nem tudom, 6 órán át, 8 órán át tartottak, de nem az volt, hogy ott egyszerre ott volt 5000 ember, vagy 10000 ember, hanem inkább pár száz, mondjuk így. És igen, ez, na, de hogy akkor tök jó, hogyha viszont kitálunk tényleg programot, meg van elég esemény, meg elég ember, meg nem tudom, meg telefonálgatunk előtte 5000-et, akkor úgy tűnik azért össze lehet ilyet. Hát igen, itt a toborzásban nagyon nagy energia ment bele, így cakumpak ezen az eseményen nagyjából 100 ember dolgozott, ami azért sok. Ellenben ez egy ilyen nagyon nagy élmény volt mindenkinek, aki akár szervezőként részfeladatot, meg szervezőként, vagy vendégként ott volt, szóval én ezt így abszolút pozitívnak fogtam föl, és nekem most az a bajom, hogy nem tudom, hogy kanyarodtunk ide. Nem baj. Figyelj, szerintem ezeket a tematikus meg munkacsoportokat elmondtuk, amik így nagyjából kialakultak, meg az eseményeket is. Nem tudom, hogy esetleg még azt lehetne firtatni, hogy akkor mi az, ami még úgy haladt azóta, vagy mi az, ami jobban áll. Most igazából minden, mert tényleg az van, hogy 3 évvel ezelőtt egy ilyen viszonylag nagy káosz volt a pártban, de hogy akkor legalább ez a passzivista, meg ez az eseményszervezés rendben lett, és akkor ugye nekünk lettek a regionális koordinátoraink, akik most 6-an vannak. Egyébként ez úgy működik, hogy vannak hétindítók, ezt sem szoktuk elmondani, de hogy hétfőnként vannak hétindítók. Én szerettem volna, szombaton van a hétindító, de mindegy, ezek dolgozni akartak kedden is, úgyhogy hétfőnként vannak a hétindítók, és akkor igazából ott szoktad, vagy nem tudom elmondani, hogy akkor a héten mi lenne a mission, meg hogy akkor hogyan tovább is azt nagyjából megcsinálgatták. Oké, viszont szerintem kéne építeni a személyi kultuszt, így a te személyi kultuszodat is, és akkor ennek elemeként lehet elmesélhetnéd, mert ezt egyébként nekem is egy hete mesélted el, úgy kicsit teljesebb képben, és lehet érdekes, hogy hát, hogy akkor óvodáskorodtól kérlek vázolt fel az életedet így a kutyapártig. Jó, nem, de hogy szóval mi az, amit szerinted nem tudom, érdemes vagy érdekes ebből elmesélni, hogy ami ide vezetett, vagy nem tudom. Aha. Hát Isten igazából a szervezés, és legyen szó bármiről, az nekem már a suliban is a sajátom volt. Én nagyon szerettem mindig is focizni, úgyhogy Erzsébeten jártam a Kossuth gimibe. Ott például a pingpong bajnokságot, meg a foci bajnokságot, azt rendszeresen én szerveztem. Egy-egy foci bajnokság az ugye átívelte a teljes tanévet, mert hogy minden osztály játszott mindenkivel, szóval ott az egy ilyen teljes éves sztori volt mindig. Pingpong bajnokságot azt egyszer szerveztem meg, többet se. Hát ott az történt, hogy jelentkezett rá 50 diák, és hát én, mint főszervező, hát össze kellett sorsolni a jelentkezőket párokba, egyenes kieséses volt a pingpongbajnokság, és a tesi tanárt kértem föl, hogy legyen ő a közjegyző, hogy nem csalok a sorsolásnál, úgyhogy ő volt az, aki összepárosította a diákokat, és én akkor harmadikos voltam, vagy 11-es, én egy elsős srácot kaptam párként, nem ismertem őt, Zolinak hívták, nem mondom, jó elsős gyerek, hogy biztos jól megverem, és így ebben baromi sok energiát beletettem ebbe a pingpongbajnokságba, és kigyerült, hogy a korosztályos országos bajnok pingpongban, úgyhogy hát talán egy pontot szereztem, de lehet, hogy még annyit sem, úgyhogy ott én azonnal kiestem ebből a bajnokságból, de alapvetően egy jó élmény volt.
Aztán hát igazából a studi után, ilyen idegenforgalomban, diplomaszerzés után idegenforgalomban dolgoztam mindig is. Ott a recepciókon kezdtem el dolgozni, mindig is szerettem emberekkel lenni, meg nagyon sokat beszélni, meg igazából problémákat megoldani. Én sosem problémát látok, hanem dolgot, amit meg kell oldani. És hát aki valaha dolgozott szállodában a recepción, az tudja, hogy ez miből áll, meg hogy miről szól. Ott tényleg rengeteg dolog fölmerül, különösen kis szállodában, ahol nincsen műszakos kolléga, ahol nincsen biztonsági őr, hanem így mindent neked kell csinálni, mert te vagy ott. Úgyhogy itt így rengeteg dologba belecsöppentem, először 3 csillagos szállodában, aztán 4 csillagos szállodában, a végén pedig több mint 5 évet dolgoztam Budapest, akkor majdnem a legjobb szállodájával, igazából a második legjobb volt akkoriban, ott mint supervisor a recepció, meg concierge. És hát akkor utána... Már most mondtál ilyen szavakat, amit szerintem nem kellő műveltségű hallgatóink, mint én, nem biztos, hogy értenek. Hát igazából szupervájzorként ott én voltam a műszak, nem? Én voltam a műszak vezető az adott műszakban, ott általában 1 vagy 2 recepciós kolléga dolgozott mellettem, plusz a londinerek, akik általában szintén 2 voltak, és hát a délutáni műszakokban, amikor már a szálloda menedzsmentje hazament, akkor mi voltunk igazából a felelős személyek a szállodában. Konciérsként pedig, hát ez döntően 5 csillagos szállodát tudnak konciérs foglalkoztatni, ő ez a pozíció az, aki a vendégeknek mindent megszervez, ami nem konkrétan a szállás, és nem feltétlenül csak a szállodai szolgáltatások, tehát hogyha voltak nagyon extra kérések is, hogyha a vendégnek kellett egy helikopter, mert ő azzal akart kimenni a Hungaroringre, akkor neki kellett egy helikopter, ami elviszi őt a Hungaroringre. És akkor volt ilyen. És volt. És az le tudott szállni a szálloda tetején? Nem, rendkívül vagy... logikus módon. El kellett menni vecsésre. És akkor 3-szor egy idő alatt kijutott. Igen, itt voltak nagyon extra kérések, de ebben nem szeretnék tényleg nagyon mélyebb belemenni, mert itt rengeteg történet volt. Talán egy érdekes, a miniszterelnök úr, Orbán Viktor jött egyszer az étterembe vacsorázni, abszolút civilben, nem voltak vele testőrök meg hasonlóak, a családjával jött, és az épületnek 2 bejárata volt, az egyik bejárat a Ferenciek tere felől, a másik bejárat a Váci utca felől, és volt a Ferenciek tere felől lehetett bejönni a szállodába, a Váci utca felől az étterembe. És volt egy olyan policy, volt egy olyan szabály, hogy az étterem vendégek nem mehetnek át az étterembe a szálloda épületén keresztül, mert hogy az csak milyen kulcskártyával lehet nyitni, meg ugyanúgy is, ne járkáljanak át, menjenek szépen körbe. Úgyhogy a londinereknek, ők voltak az elsők, akik ezekbe az emberekbe belefutottak, az volt a feladata, hogy ilyenkor mi illedelmesen kérjük meg őket, hogy felrágyanak körbe az épületen. És jött Orbán Viktor, és hát a londinerünk betartotta a szabályokat, és megmondta Orbán Viktornak, hogy legyen olyan jó, és menjen vissza ki az utcára, és sétáljon körbe az épületen. Tök jó fej volt, kisétált, megköszönte, és elköszönt, és körbe sétáltak. Aztán utána a szállodás korszakom után én 17-ben kezdtem el egy saját vállalkozást, ami így tök szépen futott, az is az idegenforgalomban dolgoztam benne, csak hát aztán jött a Covid, ami azt az egészet összetörte. A menet közben ugye a Sétáló Budapest kampányt elvittem egy éven keresztül, mint rendezvényszervező, és aztán hát ott a Covid alatt volt 1-2 ilyen himi-humi meló, amit tudtam csinálni, de alapvetően nem találtam magamnak új teljes munkaidős állást, és hát akkor jött ez a lehetőség, hogy kerestek országos koordinátor. És hát akkor döntöttünk úgy Teklával, hogy jelentkezünk hozzátok. És nektek talán a Dávid szólt, nem? Vagy a Dávid, mert a Dávid, róla. Igen. Igen, mert ugye Dávidot is a Sétáló Budapestből ismertük meg annyi ma itt lévő passzivistát, olyanokat is, akik így Nellit vagy Petit, akik így nagyon aktívan benne vannak a szervezkedésben, de nagyon sokan jöttek át a Sétáló Budapestről, igen. Sok közöm nincs hozzá, de ott van még valamekkora élet amúgy a Sétálóban ma, vagy nem tudom, te ezt lehet azért kicsit jobban. Hát a belső csoportokat nem tudom, mert én onnan ki vagyok tiltva, úgyhogy nem tudom, hogy ott mi történik, de alapvetően én a Sétálóról nem hallottam utcai akciót, semmit az utóbbi, nem tudom, 2 évben talán. Oké, én sem. Nem, mert tényleg, tehát valahogy nyilván mondhatom azt, hogy örülök, mert a Robi körül kialakult egy csapat, aki ott gyakorolta úgymond a politikába belépést, a szervezést, az önkéntesekkel foglalkozást, és hogy hozzánk átjött tök sok mindenki onnan, mert ez igen, valóban eléggé úgy tűnik, hogy lehaltott a dolog így tevékenység szintjén, de valahol meg tök szomorú, én emlékszem, amikor én voltam a Sétáló Budapestes táborba meghívtatok, akkor ha mondhatom így, vagy talán a Tekla még akkor, ez nem tudom, 3 éve volt, vagy 2 éve, és azt hiszem
Vona Gáborral kellett beszélgetnem, akinek akkor sem mertem beszólni, neki mindig csak be akarok szólni, aztán elfelejtem. Vonával és Schiffer. Meg Schiffer volt ott. Igen, akkor az nekem egy tök pozitív élmény volt, vagy ilyen, tehát a kutyapártos táborban a részvevőknek egy bizonyos része azért a szétesettségnek bizonyos külső jeleit legalábbis maguk a hordozza, és a sétálónál meg én tök azt láttam, hogy abszolút ez az ilyen rendbelevő, ilyen oké, csávok, csajok, akik itt tényleg tenni akarnak, valamit értelmesek, okosak, és délután 4-kor még nem is mindenki részeg, és nem tudom, az ilyen, ebből a szempontból meg kár, hogy ez így lehalt, mert amúgy meg ebbe több lehetett volna. Hát több lehetett volna, de alapvetően az önkéntesek abba beletették a sajátjukat, és ahogy mondtam, nagyon sokan jöttünk át, vagy jöttek át abból a csapatból ide. Jó, hát figyelj, akkor szerintem azt átdobáltuk, hogy így, ez így hogy alakult ki ez a szisztem, meg hogy talán azt is, hogy hol tart most, és akkor szerintem ilyenkor illik még megkérdezni, hogy akkor milyen lesz a kutyapár 10 év múlva. Ez jó, mert végre nem tőlem kérdezi valaki, hanem én kérdezhetem meg valakitől. Na, de hogy tényleg, tehát hogy szerinted mik azok a részek, azok a területek, akár szervezésben, akár hagyományos értelembe vett politikai sikerekben, amiket mondjuk szerinted ilyen belátható időn belül ebből úgy hiszed, hogy ki lehet hozni? Hát figyelj, az önkormányzati képzésről ennek a beszélgetésnek a kapcsán még nem beszéltünk. Viszont ez tök fontos, úgyhogy ha erről tudsz egy percet, hogy mi ez a önkori képzés, az szerintem hasznos. Igen, hát ugye az biztos, hogy hallottátok ti hallgatók is, hogy Gergő azt elég sokszor lenyilatkozta a különböző csatornákon, hogy nem örültél annak, ahogy te bekerültél az önkormányzatba, mert mint hogy nem igazán tudtad, hogy mit kezdje a helyi dolgokkal, sőt, még azt is mondtad, hogy elhitted, hogy Pokorni jó fej, aztán ahogy mélyebben beleláttál, rájöttél, hogy nem az. De hát ebbe bele kellett tanulni. És ugye nektek az volt a mondásotok, hogy a 24-es választáson csak olyan embereket szeretnétek kutyapártos színetben beültetni, vagy bejutatni önkormányzatokba, akiknek van tudása azzal kapcsolatban, hogy mi történik egy önkormányzatban. Ez nyilván elérve azt, hogy ne adják a nevüket, szavazatukat olyan dolgokhoz, ahol hát van valami vaj az emberek füle mögött. Úgyhogy ezt elkezdtük szervezni nagyjából szeptemberben, ott ugye tőletek kaptam, Szuzival összeírtatok egy előadás témavázlatot, hogy milyen előadásokat lenne érdemes szervezni. Annyit talán nehez, hogy ugye ez nem idén szeptember, hanem még ja, igen, tavaly bocsánat, szeptember. Tavaly szeptember, olyan, igen. Ugyanektek megvoltak a kapcsolataitok, szóval tudtunk neves előadókat hívni. Itt igazából 14 előadás jött össze, amiben az első 4 előadásban ti, akik bejutottatok valamilyen akár képviselői, akár alpolgármesteri vagy polgármesteri pozícióba, elmeséltétek, hogy mikkel foglalkoztatok, milyen eredményeket tudtatok elérni. Majd 10 előadáson keresztül szakemberek segítségével körbejártuk a közbeszerzéseket, az önkormányzati cégeket, az önkormányzati zöldügyeket. Tehát egy nagyon tartalmas 14 előadásos sorozat jött össze, ezek ugye élőben zajlottak. Nagyon remélem, hogy a választási kampány környékén ezeket majd nyilvánossá tudjuk tenni, vagy legalábbis egy részüket, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek hozzáférhetőek lesznek azok az előadások, amikből tanultak a mi képviselőink. Aztán utána ezt a folyamatot az előadások után, ahol minden képviselő jelölt kapott házi feladatot az előadóktól, mert hogy azt ugye feltételként támasztottuk, hogy akkor lehet majd valakiből listavezető jelölt, hogyha elkészíti azokat a házi feladatokat, amik gyakorlatilag mind arra van fölfűzve, hogy az adott passzivista vagy jelölt megismerje jobban az önkormányzatát, és képben legyen azzal, hogy jelenleg mi történik ott. Nyilván, amit a nyilvános infokból el lehet érni, de hát ugye kellett rengeteg közadatigénylést indítaniuk, meg elég sok mindennek utána kutattak ott a helyi önkormányzatoknál. Szóval elkészítették a házi feladatokat, és volt két nagyon tartalmas, nagyon sűrű programú hétvége itt Budapesten, ahol az összes jelöltet vártuk, majd átcsaptunk, ahogy jött a most ősz az online formába, volt azt hiszem, hogy 13 előadás, aminek része ilyen belső képzés, megtanítjuk őket egy ilyen ingyenes képszerkesztővel képet szerkeszteni, meg hogy csinálj Google formát úgy, hogy ne csak kérdés meg válasz legyen, hanem hogy abból az egy összetett dolog legyen. Úgyhogy ezek lepörögtek, hát és most ott tartunk, hogy ahogy azt szoktad is emlegetni, hogy nagyjából olyan 35-40 hely
kinéz, ahol elindulunk majd. Úgyhogy igazából az önkormányzati képviselő jelöltekkel így javarészt én tartom a kapcsolatot, mert mint így operatívan, aztán a szakmai részét, amikor kérdéseik vannak, azokat ti szoktátok intézni, de alapvetően egy nagyon-nagyon jó csapat jön össze, és én tök boldog vagyok, hogy van Kisfaluban jelöltünk, van olyan jelöltünk, vagy vannak olyan jelölteink, akik megyeszékhelyeken indulnak el, és ilyen tök változatos, azonban nagyon agilis csapat jön össze, én úgy érzem. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, hogy ezáltal, mert hogy az volt az eredendő kérdés, hogy látom én a kutyapártot pár év múlva, az önkormányzati választás, mert nyilván az LP választás az egy nagy vízválasztó lesz, majd ott lesz valami, mi megpróbálunk mindent megtenni a hát viszonylag szerény erőforrásaimból, hogy a lehető legjobb kampányt tudjuk létrehozni. Azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hallgatók, hogy nekünk így pénzünk a kampányra nem nagyon van, mert mint első forrásunk. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy helyben szeretnétek a kutyapártos jelöltet támogatni a kampány során, akkor lehet a központi kampánynak pénzt adni, mert lehet direktben a jelölteknek is, ez mind fent van a weboldalon, és adjatok pénzt, mert nem lesz elég plakátunk. Igen, szóval és a legjobb lenne, hogyha a Kajmán-szigeteki számlánkra utalnátok, nem kell adószámot megadni a számlához ott semmiképpen. Igen, és hát Gergő ezt csak ritkán mondja, de nagyon szívesen fogadja a bankszámla, vagy mi az a bankkártya számokat CVC kóddal együtt. Minden több adatot. Igen, szóval a választás az majd egy nagy vízválasztó lesz, hogy nagyon remélem, mert ugye most már azt halljuk, hogy az országban azért viszonylag nagy a támogatottságunk, úgyhogy az elég lesz arra, hogy kb. Mindenhol, ahol elindulunk, bejusson a jelölt, hogyha ügyesek vagyunk, és minden körzetben tudunk kutyapártos jelöltet állítani, hogy a töredék szavazatokból az egy, nagyon jó esetben két listavezető jelöltünk bejusson. Hát utána ez nyilván lehetőséget fog adni, hogy ezeken a településeken valamilyen aktívabb kutyapártos szerveződés induljon el, hogyha eddig az nem jött létre. Hát illetve abból kiindulva, hogy gyakorlatilag egyik hónapról a másikra meg két és fél szereződött a jelentkező passzivistáknak a száma, ez én gyanítom a választásig már csak még több lesz, ez visszaesni már nem fog. Hát és utána meg, hogyha bejutunk esetleg az Európai Parlamentbe, plusz lesz, nem tudom, tízszer annyi kutyapártos képviselő önkormányzatokban, mint most, az úgy elég jó alapja lehet annak, hogy vigyük tovább. Most is tök jó alapokon nyugszik a párt, tehát hogyha nem jutunk be se az EP-be, se egy önkormányzatba se, akkor is a jelenlegi ütemben, ahogy én ezt látom, ez 26-ig elvihet minket odáig, hogy akár már olyan mondjuk 15 ezer passzivista lesz az adatbázisban. A jelenlegi 60 város vagy budapesti kerület, ahol van önkéntes szervező, aki helyben tartja a kapcsolatot a passzivistákkal, szervez klubokat, akciókat, stb. Azt én nagyon szeretném elérni, és ez lehet, hogy nem 26, de én attól lennék nagyon boldog, hogyha az összes 10 000 fő fölötti városban lenne helyi kutyapártos szervezünk, aki önkéntesen tartja együtt a csapatot. Hogyha ilyet szeretnétek, akkor jelentkezzetek, gyertek az MKKF bemutatóra, és ott is beszélünk erről. Ez egyébként csak várnunk kell, mert ahogy fogy a népesség, ugye egyre kevesebb 10 000 feletti város van, tehát ez lassan egy 4-5 várost fog jelenteni Magyarországon, és akkor könnyű lesz összehozni. Igen. Itt ebben például szerintem Tekla nagyon ügyesen csinálja Budapestet, mert itt hát őszintén nem emlékszem rá, hogy mennyi helyi szervező volt, de most arra talán 3 vagy max 4 olyan kerület van Budapesten, ahol nincsen helyben önkéntes szervező, úgyhogy itt ez így tök jól működik. Jaj, mit szerettem volna még mondani? Ja igen, hogy miket értünk el, meg erre ilyen tök jó visszacsatolás. Például az, és ez nyilván nincsen róla tudásunk, de van egy olyan sejtésünk, hogy a Momentumnál van valamilyen központi gondolat, hogy a kutyapártos dolgokat most nekik figyelniük kell, mert igazából most novemberben ugye pultoztunk rengeteget az Itt szólj be kampánnyal, és ezzel párhuzamosan szerveztünk nagyon sok klubot, és hát én ahol voltam, szerintem kb. 10 klubot, 8-ra jött valamilyen Momentumos, vagy képviselő, vagy helyi szervező. Ezt amúgy kihasználtánk arra, hogy félrevezetjük őket, és akkor, hogyha van Momentumos a klubon, aki eljött megnézni, akkor mit tudom, végig ilyen nagyon hosszan elhatárolódunk Gyurcsány Ferenctől, és akkor lehet, hogy ők is átvennék ezt az irányt tőlünk. Hogy... Hála Istennek ilyenkor jó fejek szoktak lenni, nem viszik el tök más irányba a klubot, hanem így becsülettel végighallgatják azt, amit mi csinálunk. Tényleg van bennük egy olyan szándék, hogy próbálnak tőlünk tanulni, ami szerintem már egy baromi jó eredmény, hogy itt tartunk, hogy hozzánk jönnek, és tőlünk szeretnének tanulni. Volt egy eléggé cuki dolog, a Szentendrén volt, amikor városbejáráson voltunk. Ott eljött a szentendrei polgármester a fő kertészével, mert hogy látta az eseményt,
és nagyon jó fejek voltak ők is, ott a háttérben meghúzódtak, viszont így nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mi milyen problémákat fedezünk fel a városban. Serényen jegyzetelgettek, őszintén nem kérdeztem utána a szentendreieknél, hogy mennyit csináltak meg azokból a dolgokból, amit így felfedeztünk, de ez már megint egy olyan dolog volt, hogy figyelnek ránk a többiek, és ez olyan jó érzés. Igen, ez valahol milyen ijesztő is lehet egyszer, mint egy polgármesternek, hogy ide jönnek ilyen emberek, akik most azt keresik, hogy mivel van baj, vagy mi az, ami nem jó, és akkor így basszus, eddig ilyen nem volt, tudod, eddig így nem érdekelt senkit, és akkor de azt cuki, hogy így eljön, és jegyzett el, vagy nem tudom. Igen. Szóval meg úgy en blokk a passzivistáktól, akik most jelentkeznek, azt a visszajelzést kapom nagyon sokszor, ugye rengeteggel beszélek személyesen telefonon, hogy az valami fantasztikus, amit csinálunk így MKKP szinten, hogy ilyen még nem volt Magyarországon. És hogy ezt pont most nem olyan régen voltam Soroksáron klubozni, ott ugye nem tudom, 25 percen keresztül beszéltem egy levegővel, és akkor az volt az első reakció, hogy bazd meg, ezt senki nem csinálta meg az országban a Fidesz óta. Úgyhogy valami olyan fajta helyi, lokális szervezetfejlesztés kezdett el nagy üzemben történni, aminek a végét nem igazán lehet, és szerintem nem is kell besatszolni. Csinálni kell, és ez majd valahová elvisz. Reméljük, hogy valami sokkal jobbá, mint ami most van. Ezt most nem kérdezem meg, úgyhogy soha nem fogjátok megtudni, hogy azért mondták ezt, mert a Tamás 25 percen át migránsozott, vagy pedig azért, mert valami értelmezhető szervezetépítésről mesélt. No, figyelj, szerintem nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk. Még egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni, ugye nekünk egy fontos ígéretünk volt az ingyen sör, már 2006 óta. Ezt sokan félreértették, ugye mi sosem mondtuk, hogy kinek lesz ingyenes a sör, ezt én időközben magamra vettem, és engem valóban nagyon sokszor meghívnak már sörre, tehát így az ingyen sör így számomra tényleg így részben megvalósult. Nem tudom, ez kiterjed-e másokra, tehát hogy téged is már sokszor hívtak meg ilyen kutyapártos eseményen, úgymond ingyen sörre, vagy ez megmaradt ilyen privilégiumnak így nekem? Nem, sőt, akkor féltékenykedj, mert én múltkor ingyen pizzát is kaptam, amikor mentem klubozni a sör mellé. Aha. Jó, akkor ez itt terjed legalábbis. Igen, akkor. De ez fontos, igen. Tehát például az ingyen pizzánál is szerintem ez fontos, hogy össze kipróbáljuk a Tamáson, hogy milyen hatása van, és ha ebből nincsen nagyobb gond, akkor rá lehet szabadítani a társadalomra is. Nem, finom volt ez a pizza. Figyelj, nagyon köszi, szerintem tényleg tök sok mindent átdumáltunk, és akkor, ha valaki ezt végighallgatta, akkor valószínűleg sokkal többet tud most már a kutyapártról. És tényleg részben az is lett volna ennek a beszélgetésnek a lényege, hogy lássátok, hogy mennyi mindent csinálunk, és milyen könnyen, és milyen sokféleképpen tudtok csatlakozni, úgyhogy hajrá, a weboldalunkon megtaláljátok a kutyapártozás menüpont alatt a passzivista akarok lenni menüpontot, és akkor tényleg gyertek meg, töltsétek ki. És tényleg nagyon köszi ezt a hát most már több mint egy órás beszélgetést. Wow. És akkor majd folytassuk valamikor, ha lesznek új infók, meg hírek, meg ilyenek. Meg tényleg nagyon köszi. Köszi, hogy meghallgattatok, és igen, Gergő, tök jól mondta, csatlakozzatok, legyünk minél többen, mert majd ezáltal egy ponton jobb hely lesz ez az ország, úgyhogy gyertek, csináljuk. Igen, higgyétek el, nekünk is nagyon para, hogyha mi leszünk a legnépszerűbb párt, úgyhogy jobb, ha ezt többen csináljuk, mert akkor megoszlik a felelősség és a feladat és a probléma. Oké, köszi még egyszer, hogy meghallgattatok, meg Tamásnak is köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!